Az immár hagyományos augusztus 19-i kőbányai Blues Fesztivál idén is méltó volt hírnevéhez. A szó szoros értelmében válogatott zenész csapat teremtette meg a különleges hangulatot az Óhegy Parkban. A zenész válogatott kapitánya pedig szintén hagyományosan nem más volt, mint Póka Egon, akit 65. születésnapján köszöntöttek tisztelői, barátai. A kőbánya blues szívet dobogtató ritmusára szinte együtt mozgott a tömeg az Óhegy Parkban, hiába. A zenének varázsos ereje van. Erről, mármint a varázsos erőről tanúskodott a Lengyelországból érkezett Leszek Csihonszki, aki a zene minket, embereket egyesítő erejének maga formálta szimbólumával köszöntötte a kőbányai publikumot. Az ő hívó szavára évente gitárosok ezrei zarándokolnak Wroclawba, hogy tisztelegjenek a néhai virtuóz Jimi Hendrix emléke előtt. It's a brand new idea. It was born in Wrocław this year in... A szimbólumról később Leszek Csihonszki elmondta, hogy az első nyilvános bemutatása idén május 1-je volt Wrocławban, a hagyományos Köszönet Jimi Fesztiválon, ahol mint általában mindig ott volt Póka Egon a tanítványaival. 10 magyar gitáros játszott velünk és támogatott bennünket, mondta a lengyel művész. A fesztiválon mutattam be az új jelet, amelyet a jobb kéz 3 ujjával formálunk, és a zene vibrációjának egyesítő erejét szimbolizálja. A zene univerzális ereje összeköt bennünket, és ennek a 3 ujjnak egy másik jelentése, remény, hit és szeretet. Ezek olyan fő értékek, amelyeket szerintem az emberek nagyra tartanak életük során. Ami pedig a Wroclawi Fesztivált illeti, Leszek felidézte, hogy tömegek gitároztak velük, és ha nem is minden évben, de olykor Guinness világrekordot állítanak fel a résztvevők számával. Idén 7411 gitáros játszotta a Hey Jude-t és más dalokat. A jel spontán ötlet volt, folytatta a gitárművész, és úgy érzem, hogy ez a 3 új sokat jelent. Tudjuk, hogy a koncerteken gyakran mutatják fel a sátán jelét az ujjakkal, úgyhogy azt gondoltam, hogy annyi minden változik, legyen már egy olyan jelünk, ami összeköt, mondta Leszek Csihonszki. Póka Egon tehát 2004 óta ott volt a fesztivál sorozaton, és jól ismeri Leszek Csihonszki gondolatait, sőt, egyet is ért vele. Nekem országos barátom a Leszek, és ez egyébként azt én mindig mondtam azóta is, amit ő megfogalmazott ezzel a Univebbel, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Tehát én 50 éve állok a színpadon, és már mindenféle helyzetek megvoltak stadionokban, hatalmas fesztiválokon, itthon és külföldön. De az, ami ott van, tehát az, hogy a muzsikusok fennállnak a színpadon, több száz muzsikus, és aztán még a színpad előtt több ezer, és ezt figyeli, mit tudom én, 50 ezer ember, vagy 70 ezer ember egy olyan környezetben, ahol ott vagyunk Wroclawban, az valami egészen katartikus élmény, tehát ezt nehéz, ezt meg kell tapasztalni, ezt nem nagyon lehet elmesélni, de ez meg működik, ez a dolog, ez az együtt vibrálás című. Itt működött viszont a immár megszokott együtt vibrálás a közönséggel ma este. Hogy érezted magad a koncerten? Minden alkalommal ez egy ilyen a szónak az értelme magasztos dolog. Tehát az, hogy ez kötődik az én születésnapomhoz, az egy nagyszerű dolog. Én lubickolok ebben a történetben, de az egy apropó, hogy ezeket a fiatalabb és idősebb muzsikusokat össze tudom rángatni, és olyan dolgokat játszunk, ami,
aminek kereskedelmi értéke nem igazán van, ez nem egy profitorientált dolog, hála Istennek, hogy a kőbányai önkormányzat ezt lehetővé teszi, hogy akár még Lengyelországból is hívjunk vendéget, úgyhogy, mert hát ezek a dolgok, a repülőjegyek, meg a szálloda, az pénzbe kerül, meg a szállítás, meg sok minden, de egyébként meg egy fantasztikus dolog, és az, hogy összejönnek rá az emberek a mai korban, amikor már nagyon nehéz megszólítani őket, ez az igazi vibrálás, azt hiszem. Ezen a színpadon is lehet érezni azt a titkot, ami egyébként az iskola, az oktatás házatáján megjelenik, hogy tudnilik, te úgy karolod be az új tehetségeket, hogy valójában majdnem előtérbe engeded őket bizonyos pillanatokban, és ez látszik rajtuk, hogy mennybe emeli őket. Ez a fajta szerénység, ez nem esik egy ilyen művésznek nehezére, mint te vagy? Én azt hiszem, hogy nekem ez a dolgom, és ez a hivatásom, hogy segítsek a fiatal muzsikusoknak, és nekem is segítettek öregebb kollégáim annak idején. Az Osztrát Kizseki, vagy a Fogarasi János, vagy a Babos Gyula, vagy a Mogyorosi László, vagy a Radics Béla, tehát ezek, vagy az Orán akár, vagy nagyon sokan. Hát Átrai Tibivel mind a ketten így jöttünk fel, hogy nagyon jó környezetben nevelkedtünk, nagyon jó impulzusok értek, és ezt én megpróbálom átadni. Nem feltétlenül nincs ebben tudatosság, én így gondolom, így érzem, így élem meg a mindennapjaimat, és boldog vagyok a gyerekek sikereitől, és ez magától értetődik, hogy hát ne kell nekik adni levegőt és helyet, hogy ki tudják dugni a fejüket a vízből. Az este során a közönség soraiból is sokan köszöntötték az ünnepeltet, és sor került színpadi köszöntőre is. 1953. augusztus 19-én megszületett Budapesten egy kisfiú. A szülei az Egon Benedek nevet adták neki. Azóta eltelt 65 év. Egon Kőbányán született, itt is nőtt fel. Tudta, hogy vannak jobb helyek, de neki megfelelt a mai napig a Pongrácz telep. És a tévében is megnézte, ami neki kellett, sőt, asszonyt is itt talált. Mi egy 65 szeletes tortával, ami gitárt ábrázol, köszöntenénk. Egon, maradj ilyen, amilyen voltál. Kőbánya büszke rád. Boldog születésnapot, Isten éltessen! Drága Egon, kedves minnyájan! Talán vehetem a bátorságot magamnak, hogy mindazok, akik itt a színpad előtt állnak, azok nevében is mondom, hogy Egon, boldog születésnapot kívánunk mindnyájan, akik itt vagyunk. Az, amit letettetek az asztalra, Kőbányán is, a magyar zenei világ életében is, és azt hiszem határokon túlra is elhallatja a hangját. Nagyon köszönjük nektek, hogy vagytok. Köszönjük, amit tesztek, az életünk része vagytok. Gyakorlatilag az elmúlt 40-45 év úgy telt el, hogy szerintem nem volt hét, hogy valamilyen módon ne költöztetek volna be az otthonainkba. Jó egészséget kívánunk nektek, folytassátok tovább, úgy az iskolában, mint a színpadon. Nagyon sokáig legyetek köztünk, Isten éltessen sokáig, Egon. És köszönjük a többieknek is! Nagyon szépen köszönöm, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjek mindenkinek mindent, az összes kőbányai barátomnak és testvéremnek, és gyakorlatilag mindenkinek, aki segített. És csak azért nincs itt egy harmadik barátom itt az önkormányzattól, mert ott meg örvendetes esemény történt, úgyhogy Isten éltesse Kovács Robinak a gyönyörű szép kislányát, aki most már lassan egy hónapos lesz, úgyhogy Kőbánya újabb taggal bővült, úgyhogy Kovács Robertnek Ada nevű leányát, és itt innen üdvözöljük. Radványi Gábor alpolgármester fölidézte a Kőbányai Blues Fesztivál kezdeteit is. Hát 6 évvel ezelőtt
fogant meg az a gondolat, hogy mégiscsak Kőbánya a bluesnak a fővárosa, Magyarországon legalábbis a magyar blueszene fővárosa, hiszen a Hobo Blues Band innen indult, és azok a csibész zenészek, akiknek az egyik jeles képviselője Póka Egon, Kőbánya díszpolgárává vált, és úgy döntöttünk, hogy legyen mindenképpen egy blues fesztivál Kőbányán, Kőbányai Blues Fesztivál, akkor, és gondolkodtunk azon, hogy milyen időpont lenne jó télen, nyilván nem, valamikor, amikor már kellemes itt eltölteni egy-egy ilyen rendezvényen az időt, és akkor magától adódott, hogy augusztus 19-én 1953-ban megszületett Póka Egon Benedek, aki, mint ahogy említettem, Kőbánya egy jeles képviselője, és a kőbányaiságát mindig is büszkén vállalta, hogy legyen akkor Egonnak a születésnapja ez a blues fesztivál. Tulajdonképpen hagyományt teremtettünk ezzel, hiszen ez már a 6. alkalom, és a magyar blues, a magyar rockzenének a jeles képviselői ezen a napon mindig örömmel jönnek el, és Deák Bill Gyula, Földes László, Tátrai Tibor, Charlie mai este, úgyhogy csupa nagy név, ma se lesz ez külön, úgyhogy remélem, hogy ez most már ez a hagyomány folytatódni fog jövőre is, és évtizedekre tulajdonképpen ez a Kőbányai Blues Fesztivált azt a blues rajongói beírhatják a naptárukba. A Blues Fesztivál műsorvezetője ismét a rádiósként és zenészként is jól ismert Abba Házi Csaba volt. Arra voltam kíváncsi, hogyan készül egy rutin feladatra egy profi. Nagyon jó a kérdésed, mert az van, hogy én is azt gondolom, hogy hát Kőbányán úgyis sokan lesznek, ismerem a fellépőket, nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani. És akkor azt majd, ami bennem van, amit összegyűjtöttem, tudást, tapasztalatot, bölcsességet az elmúlt években, azt majd továbbadom. Ehhez képest most itt áll mögöttem a színpadon, éppen készülődik Póka Egon, aki itt a színpadon ünnepli a 65. születésnapját, és az égvilágon semmit nem árul el arról, hogy mi lesz. És kérdezem, na de hát mégis kikkel fogod ünnepelni? A barátaimmal. Hát nem mondom, de mégis meglepetés. Hát hogy készüljön itt fel az ember? Tudjuk a múltját, ismerjük, milyen zenekarokban játszott, de hát azt meg fölösleges elmondani, mert az itt lévő közönség is tudja. Úgyhogy most meg vagyok lőve, pat helyzet van. Úgyhogy igazából már csak a hangulatot próbálom egy kicsit feldobni, de azzal meg nem lesz gond, mert önmagában az emberek már hangulatban vannak, hangulatban hozta őket eleve ez a fantasztikus környezet, meg egyáltalán, hogy idén is van Blues Fesztivál. Amikor ilyen váratlan helyzetek adódnak a mikrofon mögött a stúdióban, ahol ráadásul nem is látnak, tehát ott ne, a csendnek nincs tulajdonképpen helyi értéke, ott akkor mit csinálsz? Azok a legnehezebb. Tehát amikor mondjuk egy másodperc szünet van a rádióban, akkor te azt ott műsorkészítőként óráknak hallod. És közben lehet, hogy hallgatóként igazából fel sem tűnik, mert éppen nem odafigyelsz, nem rátapasztott füllel hallgatod, és fel sem tűnik, hogy az egy másodperc szünet mondjuk valami hibából adódó. De mi ott leizzadunk, infarktus kapunk, agyvérzést kapunk, minden bajunk van, de hát hál' Istennek itt is számít az, hogy az ember milyen régóta csinálja, hányszor került már hasonló helyzetbe, szóval megpróbálják átidalni. Általában egyébként ezek ilyen technikai problémák miatt vannak. Tehát nem azért, mert nem tudom, nem jut eszedbe valami. Bár velem sűrűn előfordul, hogy keresem a megfelelő szavakat. De hál' Istennek jó sokan vagyunk a stúdióban, és valaki mindig kisegít. Te mondd, mint ahogy utaltál is rá, már régi motoros vagy a rádiós szakmában is, és a ti műsorotok olyan, amelyik számít a közönségre. Tehát olyan megszólítások vannak, olyan feldobások vannak, amikre azt gondolom, hogy tényleg szeretnétek tudni, hogy mit reagálnak az emberek. Hogyha az utóbbi néhány évet, mondjuk 5-öt alapul vesszük, akkor változott-e az emberek affinitása, hangulata, szóval van-e valami a levegőben, amit érzékelni lehet? Érdekes, hogy a különböző közösségi oldalakon az emberek annyi mindent közölnek magukról, amit sokszor nem is akarsz tudni. És azt nézed, és azt is, mit keres az ilyen üzenőfalamon, egyáltalán mit keres a világhálón, az, hogy ki mit eszik, kinek milyen a bugyia, stb. És nagyon sokszor ezzel szemben, amikor mondjuk valami belsőséges dolgot szeretnénk kicsikarni a hallgatókból, mert mi magunkból elárulunk valamit, akkor nagyon nehezen nyílnak meg. De hogyha mi ott műsorvezetőként, műsorkészítőként őszinték vagyunk, akkor viszont megnyílnak.
de sokkal nehezebben, mint mondjuk a Facebookon, vagy a Twitteren, vagy bármelyik közösség oldalon. Ezt még nem bírtam megfejteni, hogy miért van, pedig hát ráadásul ugye nálunk nincs is kép, csak a hangjukat kell adni, és bármilyen néven bemutatkozhatnak, tehát másnak is kiadhatják magukat, de nagyon kevesen vannak, akik hajlandóak arra, hogy minden titkukat és minden gondolatukat megosszák a hallgatókkal. A kőbányai Blues Fesztivál közönségének soraiban ott volt egy hamarosan sorra kerülő kőbányai rendezvény, a Vegetáriánus Fesztivál főszervezője Jakus Orsolya is. A kérdés tehát az volt, hogy mi várható idén? Szeptember 8-9-én kerül megrendezésre a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Egyébként ez egy ingyenes rendezvény, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Két napon keresztül előadások lesznek az egészséges életmódról, a vegetáriánusságról, vegánról. Mégis nem csak azokat várjuk, akik vegetáriánusok vagy vegánok, vagy azok szeretnének lenni, hanem azokat is, akik szeretnének megtanulni egy-egy egészséges ételnek az elkészítését. Szeretnék egy kicsit színesíteni, bővíteni a táplálkozásukat, akik nyitottak az egészséges életmódra. Az elmúlt évek jó néhány év tapasztalata azt mutatja, hogy valóban nagyon komoly szakmai felkészültségű emberek jönnek, és osztják meg mindazt, amit tudnak. Idén lesz-e olyasmi, ami még nem volt, illetve mi az, ami már volt, de érdemes ismételni? Igen, valóban sok orvos is lesz, aki most előadást fog tartani, házi orvosok, belgyógyászok, és ami az egyik szívem csücske kérdés, gyermekorvos is lesz, aki a gyermekeknek az egészséges táplálásáról fog beszélni. Lesz idén egy szoba, amiben csak főzés lesz, itt meg lehet tanulni pár ételnek az elkészítését is, várják dúlák, a kismamákat, akik a várandós étkezésről, szoptatásról lehet majd velük konzultálni. Well, someone to get the door, a tune to keep feeling alright. I'm feeling too good to myself. No, no.